te miért mutatkoztál be? Nagy volt az öröm szombaton a Tiszakerecsenyi Általános Iskolában, amikor a régi osztálytársak felismerték egymást. Az 50 évvel ezelőtt végzett 18 fős osztályból egy személy elhunyt, kettő pedig súlyos betegsége miatt nem tudott részt venni a fél évszázados osztálytalálkozón. Nem volt egyszerű megszervezni, de az a szerencse, hogy nekem abban a szervezésben van rutinom, tehát van gyakorlatom, mert nagyon sok véradlás motoros rendezvényt rendezek, úgyhogy ez nem volt olyan túl nagy feladat számomban, amikor 2-3 ezer motorosnak csinálok rendezvényt, de viszont egy fél éves munkámba került ez, hogy én ezt össze tudjam hozni, és egyre nagyobb lelkesedéssel. Tehát mikor, ahogy elértem valakit, akkor mikor rákérdeztem, hogy egy ilyet tervezek, és azt mondta, hogy oké, ez támogatja. És akkor még jobban lelkesedtem, és akkor végén rájöttem, hogy ez nem csak egy sima osztálytalálkozó. Bár annó mindenki a kis határmenti faluban született, ide járt óvodába és iskolába, az egykori osztályból a legtöbben a ballagás óta nem is találkoztak. Borzasztóan megható volt, és nehezen is találom a szavakat, mert ez egy akkora élmény, és azt gondolom, hogy nagyon kevés embernek adatik ez meg, hogy egy ilyen 50 éves általános iskolás találkozóra el tudjon menni, de hát mindezt ugye Karinak köszönhetjük, mert ő akkora lelkesedéssel szervezte ezt, hogy a telefonon keresztül is átjött az ő hihetetlen lelkesedése és elszántsága, és az embert magával sodorta ez az érzés, úgyhogy rettenetesen vártuk, és nagyon boldog vagyok, hogy itt vagyunk, ennyien vagyunk, és igazából nehéz érzelem nélkül erről beszélni. Az osztály közösen koszorúzta meg egykori osztályfőnökök sírját, majd a tanterembe visszatérve mindenkinek meg kellett találnia a saját régi helyét. Ezt követően egy osztályfőnöki óra keretein belül mindenki elmesélte, hogyan alakult az élete az elmúlt 50 évben. És tanulmányom után becsületesen szeretnék dolgozni. Na, szerintem ez sikerült.